Gőzerővel folyik egyik legfontosabb szántóföldi növényünk, az árpa aratása. Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazat vezetője minden esetre elégedett, hogy a szélsőséges időjárás ellenére a mennyiség és a minőség is megfelelő. Az árpáknak a mennyisége itt 5,5-6 tonna között mozog. 3 táblának a betakarítása után tudom ezt mondani. A minőség, mi sörárpát csinálunk, a megfelelő, tehát 12% környéki a fehérje tartalom. Bár a gabonatőzsde még stagnál, az már most látszik, hogy az árak, ha nem is érik el az elmúlt esztendő magasságát, de a jelenlegi tonnánkénti ár elégedettséggel töltheti el a gazdákat, ha rendelkeznek tárolókapacitással. Az árpa aratásának már a finisébe járunk, a következő lesz a őszi káposztarepce, és majd ezt követi a búza. A búzának még mintegy 10%-án nem beérett szemek vannak, tehát ilyen viaszérésben van, ami még nem ad rá okot, hogy siessünk vele. Szárítani nem nagyon kellene, mert ilyen gázárak mellett az megfizethetetlen. Az árpa tehát rövidesen a magtárakban alszik, illetve a megrendelőkhöz kerül, ugyanakkor a tavaszi vetéseknél a kukoricával a forróság és a csapadék hiány miatt problémák adódhatnak.